beidéztek a rendőrségre. Ma csak azt akartam elmesélni, hogyan közlekedtem a JC-s rendszámú zsigulival és kittel egyszerre, mindezt egy rendőrőr nagy szeme előtt, aki persze kamerával fel is vette az egészet, de nem ám trafipaxol, ezzel, az én kamerámmal! Alapvetően, tehát ma csak a rendőr sztorit meséltem volna el, de... Össze vagyok zavarva már teljesen. Komolyan egy kicsit nem figyelek oda, mindjárt dolgozni akarok, én még ilyen. Úgy indult, hogy megkeresett a rendőrség, hogy az iskola kezdési kampányhoz kéne valami jó videó, ami nem baj, hogyha nekem is témába vág. Gondolj! Ötletelgettünk, mondom, tök jó lenne, ha lenne benne mondjuk közelmúlt, egyenlő kit, meg a régmúlt, egyenlő zsiguli, de ha már zsiguli, akkor készítsük azért fel a szeleprés. Egy jó szelephíze. Készítsük fel a szereplésre, így... Végre vettem bele örök aksit, ami mindig benne lehet innentől, mert eddig mindig csak pakolgattam egyik autóból másikból, aztán meg nem ért el, mert ugye ez bal pozitívos alada. Szórakozni kellett a kábelekkel, de ez most olyan, ami rávaló. Nézd, ide elér. Uha, hol a kábel? Ja, hol a kábel? Ja, itt van ez. Ez is tökéletes. Nem szikrázik. Remélem azért jó. Persze, hogy jó, pöcröf! Kellett még matatni hátul is, mert még a próbaúton észrevettem, hogy a benzinmutató össze-vissza ugrál. Viszont ez a probléma előtte nem állt fenn. Sejtettem, mi lehet a baj, ezért belebújtam a csomagtartóba. Azért, hogy ezt a kábelt, vagy hát a testelését visszategyem erre a csavarra, ugyanis, hogy kivettem a próbaút előtt a hátsó lámpát, ezt elfelejtettem visszatenni, azért mutatott össze-vissza az üzemanyagjelzőm. Ki ezt most szépen visszacsavaroztam, de ha már csináltam, tudod, hogy mi fogja itt baromira zavarni a szememet? Milyen? Ez a tank. Fordulj már vissza, hülye lámpa. Ez a tank. Nagyon nem szép. Egyszerűen idegesít, hogy ilyen koszos. Kopott. Ez az él az oldalán még el is van hajolva egy kicsit. Nem bírom így hagyni. Muszáj megcsinálnom. Ha már nyitva a csomagtartó, muszáj megcsinálnom. Először ezt hajtsuk. Hát ja, csak hogy férek hozzá? Itt nem férám be a kezem. Hát, se a fogó. Állj, hogy lesz ez jó. Miért kell ekkora kezemnek lenni, hogy... Tudom, kis dolog, de amikor zavarja valami a szemedet, és helyrehozod, utána igenis nagy, mármint a változás. Jó, nagy pikaszozás, nem fogunk ám végezni, mert... Ez lötyög. Azzal dolgozunk, amink van. Természetesen szokásomhoz híven a rossz sorrendet mutattam, ugyanis kiragasztás, vagy hát kitakarás inkább, szóval maszkolás, kitakarás előtt érdemes megcsiszolni, hogy picit jobban ragadjon a festék, mert szerintem ez itt nem osz, nem toroz. Kosz nem nagyon van rajta, de ez nem fényező műhely, csak ne ilyen csúnya kopott legyen az a lényeg. Ha csiszoltunk is valamit, akkor azt mondjuk letöröljük, érdemes lenne mondjuk féktisztítóval zsírtalanítani meg minden, de nem azért, ennyire nem mászunk bele a dolgokba. Lehetne ám ezt akármilyen feketére, matt feketére, fényesre, amilyenre akarod, de nekem van ilyen hammerite. Ennek az az előnye, hogy ez kimondott fényfesték, és akár egyébként ilyen pici rozsdára is tudod fújni. Lassan szárad nagyon, kell neki egy nap, amire teljesen megszárad, viszont nagyon szép selyem fekete lesz tőle, ami például a Mercinek, a Felnie, az full gyárilag olyan a légszűrőház a régi Merciken, mindegyiket ezzel fújom, és teljesen olyan, mintha gyári lenne. Szóval igazából a selyem feketesége miatt használom ezt, vagy azért van nálam ilyen mindig, amiért utálom az, hogy ilyen 30% van benne, és eltömödik úgy a kupak a tetején, hogy soha többet nem tudod kifújni, pedig ahhoz képest meg drága, mert ilyen 3500 forint. Na, mit
tetszenek, Szóni. Ez szerintem nem lett rossz. Filmszínházunk bemutatja Al Pacino, Robert De Niro, Rendőrakadémia, Zsarulesen. Az autók is változnak, de ami nem változik, hogy iskolakezdéskor a gyerekekre fokozottan figyelni kell. Na ez az iskola példa baleset megelőzési kampány. Csapó! Oké. Figyelj, csak kétszer csináltuk meg. Profik vagyunk. A koncepció az lett végül, hogy veszünk egy sulit, ahol több zebra is van, láthatunk áthaladó gyerekeket, illetve autóval is biztonságosan lehet haladni, megállni és videózni. Erre a körforgalmas zebra a legjobb, mert hogyha éppen nem jön a zebrán senki, vagy ha mondjuk autóból meg túl sokan jönnek, mindkettő megvolt, akkor csak simán lehet tenni még egy kört. Így nézett ki a terv. Körforgalomban halad a zsiga, alatta a szöveg, az idők változnak. Ugyanebben a körforgalomban halad Kit, csak már akkor ezt mondom, hogy az autók is változnak. És aztán ezekkel összefüggésben, már a zebrán elmondva, érkezik egy olyan szöveg, ami viszont nem változik, hogy iskola kezdéskor a gyermekekre kifejezetten ügyelni kell. Kis kulisszatitok. Amikor a gyerekek átmennek a zebrán, azokat a jeleneteket becsengetés előtt vettük fel. Viszont az autós témákat, amikor megy a körforgalomban a kocsi, kijön a körforgalomból, az már mind becsengetés után egyrészt biztonságosabb, másrészt akkor már nyugalom volt. Alig volt ott ember. A rendőrség előttem ért oda. Viszont amikor én megérkeztem a főtaxinak öltöztetett zsigulival, na őrnagyúrnak elkerekedtek a szemei. Ő egyébként a baleset megelőzési bizottságnak az elnöke, és elmondta, hogy gyakorlatilag ilyen autóban nőtt fel. Még a színe is stimmel. Bele akart ülni, fotózott benne, videózott, őt is le kellett fényképezni. És amikor megérezte annak a jellegzetes orosz autó belsőnek az illatát, tudod, amikor a benzin, az olaj meg a műbőrkárpitnak a szaga keveredik össze, na, akkor ott úgy láttam, hogy biztos tévedtem, de szerintem elérzékenyült. You can never sleep in traffic. There's living steady panic. Köröztem egyet a kocsival, amúgy nem egyet, hanem vagy hatot, mert állandóan jöttek, és nem akartam, hogy modern autó legyen előttem vagy mögöttem, hiszen a régi időkről beszélünk. Őrnagy úr megállt a járdán, itt a kamera állványom mögött, és profi felvételeket készít. Tetszenek emlékezni a rendőrös Maci kórházas videóra, amíg vártuk, hogy bemehessünk a kórházba a rendőrautóval, volt ott egy rendőrhölgy, akihez kijött a szomszéd udvarból egy bácsi, orgonával a kezében, és azt mondta, hogy ő még ilyen gyönyörű rendőrnőt életében nem látott. Na, ez a gyönyörű rendőrnő Kriszti, aki egyébként a rendőrség sajtósa, most is itt volt velünk, és neki köszönhető, hogy baromi jó érzékkel eltalálta a pillanatot, amikor én megérkeztem az egyébként full üres utcán, egy lélek nem volt, mintha a Szaharában lennénk, megálltam a zebra előtt a zsigulival, és éppen nyílt az iskola ajtó, és kiléptek rajta szülői értekezletről jövő szülők, és ő meg azonnal felvette videóra. Aztán autócsere, és Kittel ugyanez még egyszer. Oké, Kittet felvettük, de mi legyen a vége? Valami csattanó kéne, valami ütős. Abban biztosak voltunk, hogy úgy szeretnénk, hogy Kit mondjon valamit a végére, de hogy mi legyen az, azon még ott gondolkoztunk a helyszínen, és így ilyen 3-4 perc után, tudod, mint a Tom és Jerry filmekben, amikor kigyullad a villanykörre így a feje fölött, eszembe jutott, hogy hát ez az autó, ez bukólámpás. A bukólámpa olyan, mintha szeme lenne, amit ki tud nyitni, meg be tud csukni. Íme az eredmény! Az idők változnak. Az autók is változnak. De ami nem változik, hogy iskola kezdéskor a gyerekekre fokozottan figyelni kell. Na ez az iskola példa baleset megelőzési kampány. Ilyenkor nekünk autóknak is jobban nyitva kell tartanunk a szemünket. A rendőrségen is leokézták a videót, magas szinten is. Sőt, régebben is volt már erről szó, de most konkrét időpontot egyeztettünk. Be vagyok idézve a rendőrség udvarára Kittel. Mert mindenki meg akarja nézni. Képzeld már el, hogy begurulok egy rendőrségi belső udvarra az autóval, és körbevesz vagy 20 rendőrautó, és még több egyenruhás.
Kamerát vigyek? Rablótámadás, kezeket fel. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb. És köszönöm szépen az ajándékcsomagot, mert kaptam ORFK-s hátizsákot, ez a nyakbaakasztó is benne volt, láthatósági mellény, ja nem, várj, sapka. Láthatósági mellény és sapka, hát lehet, hogy ez gyerekméret, amelyek ilyen kicsit ilyen Brad Pittes. Nagyon szép dobozos borkellék, oda néz. Tényleg köszönöm, ez baromi jó cucc. Meg voltak ilyen csatlakozz, biztonsági akciós üdítők is, de azokat nem tudom mutatni, mert megittam. Viszont mikor forgatás után leállítottam a zsét, észrevettem alatta egy foltot. Áfagyálló lesz, amely feladat egyébként kapóra jön, mert mindenképp cserélni akartam. Gábor, aki szokott nekem információkkal segíteni dzsiguli témában, mellékállásban ő egy ladaguru, felhívta a figyelmemet valamire. Látta az egyik videóban, mikre nem figyeltek amúgy, hogy piros fagyálló van a tartályban. Viszont azt mondja, az nem jó, mert a részhűtőt meg tudja enni, cseréljem ki kékre vagy zöldre. Így vettem 4 litert a zöldből, plusz van már alkatrész, ami 1000 éve itt van, a kiegyenlítő tartályra menő szép piros tiszta új cső, ez már nagyon régóta cseréje lett, de megvan a jó minőségű olajszűrő is, plusz a legeleje óta hallok már egy ilyen morgó hangot járó motornál, vízpumpa lesz. Úgyhogy épp itt van az ideje, hogyha már a fagyálló úgyis lemegy, kapjon egy új vízpumpát, meg termosztátot, meg az összes vízcsövet. Szóval leadtam egy rendelést. De amíg az nem jön meg, elkezdtem nézegetni a hűtőrendszer elemeit, és láttam, hogy nem szép a hűtősapka sem. Onnan meg elkapott a gépszíj. Az a nagy baj velem, hogy ha egyszer elkezdem, nem bírom abba hagyni. Éppen hogy tiszta lett a hűtőnek a kupakja, vagy hát fényes, észrevettem itt mellette a rozsdás, lekopott, rozsdás tartójú 2 darab kürtöt. És tudom, hogy full semmi köze semmihez, tök mindegy, hogy néz ki, az a lényeg, hogy szól. Tényleg csak pár csavar fogja, tehát nem egy nagy munka. Meg aztán arra gondoltam, hogy ha már valami szép fekete lett, tehát újra lett festve a hátuljába, akkor miért ne lehetne az elején is festegetni valamit? Tudom, hülyeség. That's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama. I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Amíg a dudák száradnak, ami elég sokáig fog tartani, mert ennek a festéknek kell idő, de ventilátorra rá segítek egy picit. Várj, kikapcsolom a kacorferit. Tehát amíg vissza tudom újra szerelni, addig találtam valamit, amit orvosolni kéne. Van itt egy kábelköteg, ahol nem magával a kábelköteggel van baj, mert az jó, hanem a szigetelése az, hát komolyan, mintha 12 hengeres bálna merci lenne, bár nem, az sokkal rosszabb, mert az el van porladva. Szóval lejött róla a ruhája, ez így, hogy ezek itt külön vannak, meg lógnak össze-vissza, ez nem annyira jó. Sok mindent nem tudok vele csinálni, maximum annyit, hogy visszacsavarom bele, szerintem amúgy gyárilag is úgy volt, és mondjuk nem szikszalaggal, hanem kábelkötegelővel szépen összefogatom, és aztán vissza megy ide, mert itt ezek a fülek kéne, hogy a tűzfalhoz fogják. A motortér egy része már fel van újítva. Itt lesz mellette az új cső, úgysem ússza meg, a hűtőt is le fogom festeni, de azt nem akarom feketére, hanem ennek a színét kikevertetem, ez ilyen sötét szürke, és a légszörőház is le lesz festve,
Ezen is van egy-két ilyen leverődés, úgyhogy ezt is. Úgy látom egyébként, hogy a hűtő ugyanaz a szín, mint a szelepfedél, legalábbis ez is ilyen szürkésnek tűnik, úgyhogy ez is, meg a, ez a terelőlemez, ez is le lesz festve, nem lesz rozsdás. Már majdnem abba hagytam, de nem nyugszom el. Úgy gondoltam, hogy ezt most itt megpucolgatom, jól megdörzsölöm, hogy látszódjon az eredeti színe, és elmegyek, nézek hozzá festéket, mert ha már az jó, olyan menő lenne, hogyha ezek a részek is, vagy legalább ha meg lenne a színe, még nem is festem le, csak legalább tudjam azt, hogy pontosan találtam olyan festéket, jó, nem pontosan, de tudom, a videón feketének fog tűnni, de amúgy ez ilyen sötét szürke. Hát egy színkártyához, vagy egy festékspré oldalához oda nézni, ahhoz elég lesz. Miért tudok én mindent leverni? Hol van? A motor tartó baknak a fém tartó részére, ami a motor oldalára van felfogatva. De jó. Szeretnélek újra megtalálni. A terv túl lett teljesítve. Nem csak a légszűrőház meg a szelepfedélhez tudtam hozni festéket, mégpedig ilyet. Ó, elszáll a kupak. Várj! Megvan, megvan! A Győri Piktor festék volt azért, ott van a toppon. Nézd! Ez a szín. Mondták a srácok, de ez matt. Ma persze, mert régi, 50 éves. Összenézték ők, mégis profibbak, naponta kevernek színeket, és itt a szín. Tényleg csak ilyen gerilla kíváncsiságban, figyelj meg! Jaj, de az full gyári lesz! Yes! Úgyhogy lehet festeni a szelepfedelet, a légszűrőházat és a hűtő plusz tartozékot, de, és ezért mondtam, hogy túl lett teljesítve a terv, mikor a Ladás fórumon rákérdeztem többeknél, meg Ladás ismerőseimnél, akik azért benne vannak a témában, hogy a gyári szín, a 233-as fehér színkód az vajon RAL színe, és tudják-e keverni, nem RAL szín. Azt mondták, hogy hát, elég kevés helyen van már hozzá színkártya, alig tudják kikeverni, de szívesen segítünk, kikevertetjük neked, nem kellett. A Piktorban, itt a recept, fogalmam nincs, hogy mit jelentenek, ilyen számok vannak, meg mennyiségek, a 233-as Lada színkódot 2 perc alatt kikeverték nekem, volt hozzá kártyájuk, úgyhogy van gyári színem, ez nem azt jelenti, hogy a külsejét akarom megcsinálni, nem merek még nekiállni a külső fényezésnek. Jönnek be folyamatosan az ajánlatok, hogy mennyiért lehetne lefesteni kívülről a zsigulit, de megmondom neked, hogy annyi pénzt még szinte nem is láttam egyben, úgyhogy egyelőre a külső fényezés még várat magára. Amit biztos, hogy megmerek csinálni, az a motortér. Ha már most a fagyálló csere miatt amúgy is sok minden le lesz bontva, akkor úgy gondoltam, hogy ott a hűtőt, környékét, a két dudát is visszaveszem természetesen, hiszen mögötte is ki kéne fújogatni. Szóval lehet fagyállózni, festegetni, új motorteret varázsolni. Maguk meg, ha mindezt látni akarják, vissza lehet gyűnni. Veszem a kalapom és elmegyek, csak a babám.